akarok mondani magának, hogy nagyon szerencsés dolog volna, ha a beteg... Nézzen csak rám. Igen. Én szokatlan, hogy csillog a maga szeme, kérem. Csak nem lázas, kérem? Nem, nem. Nem. Hát szóval nagyon szerencsés dolog volna, ha a betegünk is velünk jönne, illetve részt venne a kongresszusunkon. Természetesen egy meggyógyult paciensünktől ezt nem kívánhatjuk. Én megpróbálom rábeszélni. Igen? Gondolja, szóval van remény arra, hogy velünk jöjjön Führede? A professzor úr kedvéért biztos. Vilikém, szervusz! Ja, édes, ne haragudj, a professzor ragaszkodik hozzá, hogy vele menjek. Tudod, imádja a Schleppet, és most kapott a minisztériumtól erre az útra valami isteni Chevrolet, és azzal akar bevonulni az Annabella elé. Képzeld el, milyen jól hat majd, hogy kiszáll ő utána, én utána az asszisztensét, erre kiugrik a Lacika. Halálosan megsértődne, hogyha veled menni. Szóval ez lett a szép utazásból. Ott majd minden mese szép lesz. Már várni foglak a szálloda előtt. Hogy várni fogsz, én már is indulok. Igen, de mi Chevrolettel megyünk. Jaj, szóval ez a te híres Alfa Romeo. De drága. Ó, Romeo, miért vagy te Trabant? Mennem kell. Siess, nehogy sokáig kelljen várnom rád. Nem tudja, Szabó Júlia doktornő bent van még? Nem, most utazott el. Kivel ment el? A professzor úrral, az asszisztens úrral és azzal a művezetékessel. Szóval az is velük ment, köszönöm szépen.